A két csapat az elmúlt években rendre szoros meccset játszott egymással, és az első negyedben ezúttal is ragaszkodtak egymáshoz a felek. 10 perc játék után 3 ponttal vezetett az NKS, a szünetre viszont már 13 pontos előnnyel vonulhattak le a vendégek. A harmadik negyedben nem változott a különbség, a záró játékrész azonban 10 ponttal ismét a nyíregyháziaké lett, így Farkasinszky Gyuláné együttese 23 pontos győzelemmel távozhatott Szegedről. Amikor Szegedre megyünk, akkor azt mindig tudni kell, hogy hazai pályán a Szeged egy egészen más ritmusban, stílusban kosárlabdázik, hogy eleve itt a területek és területek közti játékvezető felfogásban is vannak azért különbségek, és ott ő azért egy igencsak agresszív, kemény kosárlabdát játszik, amit én úgy gondolom az első percben kezdve sikerült most nekünk is ezt a ritmust fölvennünk, tehát a lányok egy olyan keménységgel álltak oda, és olyan jó fölfogásban. Az igazság, hogy gyakoroltunk már egy ideje egy új zónavédekezési formát, amit próbáltunk már alkalmazni más mérkőzésen is, de Isten igazából nem működött. Tehát most megpróbáltuk újra elővenni, és ámlás csodát ezen a mérkőzésen kimondottan jól sikerült ezeket a feladatokat megoldanunk, és nem nagyon találta az ellenszerét ennek a védekezésnek az ellenfél. Az amatőr NBA zöld csoportjának tabelláját a Szent Pál Akadémia csapata vezeti 17 győzelemmel és 1 vereséggel. A nyíregyházi kosársuli 13 győzelemmel és 7 vereséggel a 6. helyen várja a 10. Kecskemét vendégjátékát. Remélem, hogy itt azért könnyebb mérkőzés lesz. Reménykedem abban, hogy azok a játékosok, akik eddig többet játszottak, azok több pihenőidőt kaphatnak. Főleg úgy, hogy előző nap azért egy junior mérkőzésünk is van. Tehát itt azért jó lenne úgy elosztanunk a játékperceket, hogy kellőképpen játék lehetőség jusson minden játékosunk. Én úgy gondolom, hogy ez a Kecskemét hazai pályán se okozott gondot, amikor Kecskeméten voltunk. Szerintem itt idegenben végképp nem okozhatnak gondot, amikor utazni eleve nem utazik annyi játékos, mint aki Kecskeméten játszik. Tehát én azért remélem, hogy egy ilyen laza, jó mérkőzést játszunk, és egy ilyen könnyed mérkőzést, az is nem kell rágörcsönünk a végén az eredményre. A nyíregyházi kosársuli Kecskemét mérkőzés vasárnap 15 órakor kezdődik a Szent Imre Gimnázium csarnokában.